ne szólni. Hátrafele is kellene. Személyesen is fontos ügynek tartottam ennek a templomnak a külső megújulását. 1998-ban kezdtük, aztán volt egy rövid átmeneti időszak, és aztán most újra gondolhattunk arra, hogy valóban külső fényében is olyan legyen ez a templom, ami ennek megálmodták az építők, és ugyan én nem vagyok egy pec samu, de azért a Duna másik oldaláról, az országháznak az ablakából figyeltem az építkezést. Pec Samu ugyanis az egyik szomszédháznak az ablakából figyelte a legenda szerint egy távcsővel, hogy hogyan is dolgoznak a munkások, és amikor észrevette, hogy csak minden harmadik cserepet szögeznek oda a tető szerkezethez, és a többit azt úgy alátolják, hogy meg fogja az úgy is tartani, akkor személyesen megjelent, leszedette az összes cserepet, és újra rakatta, hogy igenis minden cserepet rendesen oda kell szögelni. A magyar kereszténységnek, és itt a torony ezt mutatja, az a feladata, hogy inspiráció legyen a közéleti szereplők számára, és ugyanakkor egy nézőpont. Az inspiráció az azt jelenti, hogy arra figyelmeztesse újra és újra a politikusokat, át lehet kiabálni a Dunán abba, a másik házba, az ország házába, hogy ha valaki csak azért közéleti ember, ha valaki csak azért politikus, csak azért miniszter, csak azért polgármester, csak azért államtitkár, csak azért képviselő, mert ő maga előre szeretne jutni, akkor nem fogja jól végezni soha a munkáját, még akkor sem, ha nagyon megtapsolják, még akkor sem, ha nagyon megválasztják, még akkor sem, hogyha nagyon elégedett magával. Ha nincs több inspiráció az emberben, mint egyszerűen a saját előrejutása, ha nincs több inspiráció, akkor bizony akkor rossz úton jár az az ember. Az inspiráció azt jelenti, hogy az életünkkel, a munkánkkal, és ez nem csak a politikusokra igaz, hanem mindannyiunkra, mindig szolgálunk valami magasabb rendűt, valami felsőbb rendűt, valami többet, mint egyszerűen a saját életünk karbantartása, megtartása, mint egyszerűen csak a saját magunk boldogulása. Ez az inspiráció az, amit újra és újra el kell mondani mindenkinek ebben az országban, ezen a világon. És a nézőpont az valami ugyanilyet jelent, azt a magasabb nézőpontot, amire a torony utalamiben mindenkinek el kell helyezni. A saját életét, a saját munkáját, a saját teljesítményét. És Magyarországon is igen, pártállástól függetlenül minden közéleti embernek, mindenkinek meg kell méretnie magát ezen a magasabb nézőponton, amit úgy fejeznek ki a reformátusok, hogy az ember java és az Isten dicsősége az egybeesik. Azt tetszik az Úristennek, ami jó az embereknek, ami jó a magyar embereknek, és az a jó a magyar embereknek, ami tetszik az Úristennek. Ezt az inspirációt és ezt a nézőpontot a Dunának a partján itt szemben az országházzal nem csak a budai reformátusok, hanem minden magyar református, nem csak a prédikátorok, minden magyar keresztény képviseli és képviselheti. Ezt nem mint politikus szeretném előírni és kívánni, hanem úgy, mint egy olyan ember, aki önökkel együtt erre igencsak rászorul. Köszönöm, hogy meghallgattok.